Idén eddig 23 tonna halat telepített a vizekbe a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége. Csütörtökön megint hoztak a tavainkba. Vasvár, Püspökmolnári és Újperint után a csónakázó tónál állt meg a szállítójármű. A csónakázótóba 1400, a horgásztóba 600 kg 3 nyaras ponty került. Ezek azonnal horgászhatóak, nem rendelnek el tilalmat. Ha betartják a tisztes távolságot egymástól, és odafigyelnek arra, hogy ne fertőzzék meg a többieket, akkor tudnak a szabadidőben horgászni, húsvétre tudnak fogni finom halat. Nagyon jó minőségi halat hoztunk megint. Súlyba álltak 2 kiló fölöttiek, tehát úgyhogy ez az igazi, ami a horgász kedveli, mert nem a pici hal, nem a nagy hal, hanem ez a kettő között ez a pecsenyehal, amit sütővel lehet készíteni. Ez a halfajta kerül itt leggyakrabban a szágba, mondja egy ifjú horgász. Pontyot és keszeget, kárászt szoktam fogni. Apának nem mindig sikerül ez, én majdnem minden nap szoktam fogni halat. És most is, ebben az időszakban is esetleg itt a csótónál szoktatok horgászni? Itt szoktunk leginkább horgászni, és nagyon sok halat fogtunk már innen. Mi a csali? Popapok és kukorica. A járványhelyzet miatti szigorúbb szabályokat érdemes tartani, de a horgászok azt mondják, jó kijönni a természetbe. Sajnos a tömeges sportrendezvények korlátozásra kerültek. Itt nekünk bevezetésre került egy 5 méteres távolságtartó szabály, amit mi hála Istenbe is tudunk tartani, és ez tényleg egy lehetőség számunkra a kikapcsolódásra, a feltöltődésre, és mostani helyzetben egy rendkívüli lehetőség arra, hogy sportolás, kikapcsolódási tevékenységet végezzünk. Ezúttal 10,5 tonna halat telepített a szövetség a vasmegyei horgászvizekbe. A halasítás folytatódik, a szezonban még többször is érkezik ponty.